Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, de én ezt most összefoglalom, hiszen a következő 3 napban nincs nagy változás, és ezen a felvételen el tudom mondani azt, hogy mi történik április 2-án, 3-án és 4-én, az energia az ugyanaz. És mi történik a napokban? A hold az Uránusz bolygóval együtt fog hatni április 3-án. A hold hatása alatt vannak kisebb változások, lehetnek anyai témák, jelentheti az édesanyát is, de a hold az kihat az érzelmeinkre, az álmokra, a vágyakra, a reményekre. És Uránusz bolygó a holddal együtt hat, itt lesz egy kellemes meglepetés, változások. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó hat együtt. Mars bolygó az jelenti az élet erőnket. Szaturnusz bolygó lehet korlátozás, de kihat a sorsunkra is. És Mars bolygónál nem csak a mi erőnkről van szó, hanem a lelki társunkról. És Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kialakuljon valami, legyenek sorsdöntő döntések, találkozások és változások. És most kezdeném a kos jegyével. A kos jegyében mozog a hold és Uránusz bolygó. Ezek változások, meglepetések, a hold hatása alatt lehetnek a napokban változások, vagy kihat az érzelmeinkre. Lesz egy jó hír, ami már közeledik hozzánk, hiszen én is a kos jegyében születtem. Szerencse van a szerelmi élet területén, hiszen Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, az a vízöntő jegyében van, a levegő elemében, és a kos jegye az a tűz eleméhez tartozik. A levegő eleme és a tűz eleme azok barátságban állnak egymással, tehát ez kihat a szerelmi élet területére, itt megvan a levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáció. Mars bolygó viszont a bak jegyéből nem hat túl jól a kos jegyére, és az utalhat a mi élet erőnkre, tehát az azt jelenti, a napokban előfordulhat, hogy fáradtak, kimerültek leszünk. A következő jegy a bika jegye. Itt mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. És az utal egy új irányra, új életterületre, ahol változásokról van szó. Egy jó hír közeledik, azon kívül egy férfi segít, hiszen jön itt egy jó Mars energia, és azt is jelentheti, hogy megvan az életerő ahhoz, hogy most indítsatok valami újat. Viszont, ami a szerelmet illeti, vagy egy bírósági ügyet, ott még vannak bizonytalanságok, nézeteltérések. Az ikrek jegyében nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó küld kívülről energiát az ikrek jegyébe. Ez lehet egy jó ajánlat, egy kedvezmény, valaki segít, vagy megkapod az igazságot. De Jupiter bolygó szerencsét is hozhat az ikrek jegyében születetteknél. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még nézeteltérések, az is lehet, hogy vársz egy híre, és még nem jön, légy kicsit türelmes. A szerelmi élet területén szerencse van az ikrek jegyénél. De lesznek olyan pillanatok, amikor kicsit fáradt vagy kimerült. A rák jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont Mars bolygó és Szaturnusz bolygó küld kívülről energiát a rák jegyének,
Itt lehet egy segítség kívülről, mint például egy férfi közeledése, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt valami kialakuljon. Egy jó hír várható, de ami a szerelmet illeti, vagy egy bírósági ügyet, vagy egy bizonyos helyzetet, ahol úgy érezted, hogy eddig minden olyan igazságtalanságnak tűnt, itt vannak még bizonytalanságok. Az oroszlán jegyében nincs mozgás, viszont Mars és Vénusz bolygó küld energiát kívülről, tehát valaki közeledik hozzád, és a fő téma itt a szerelem. Azon kívül Jupiter bolygó szintén energiát küld az oroszlán jegyébe, tehát egy bírósági ügynél előre mennek a dolgok, vagy Jupiter bolygó szerencsét is hozhat. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még nézeteltérések, a szerelem területén szerencse, de az oroszlán jegyénén is lesznek olyan napok, olyan pillanatok, amikor fáradt vagy kimerült vagy. A szűz jegye. A szűz jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont a Nap és Merkur bolygó küld kívülről energiát a szűz jegyébe. Itt kitisztul valami, tisztán látod a dolgokat, azon kívül megvan a kommunikáció, vagy lesz egy szerződés, és itt lesz mozgás, lesznek cselekvések. Várható egy jó hír. De azt is jelentheti, hiszen Merkur bolygó tükröződik itt valami, a szűz jegyénél, hogy valaki vár arra, hogy te jelentkezz nála. Ami az életerőt illeti, az jó hatással van a szűz jegyében, itt megvan a gyógyító erő. És a mérleg jegye. A mérleg jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó és a Hold küld energiát a mérleg jegyébe. Itt érzelmekről van szó, az igazságról van szó, és Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak néha sors döntő változások, de ez egy külső hatás alapján történik. Tehát valaki keresi veled a kapcsolatot. Ami a kommunikációt illeti, itt még vannak bizonytalanságok, hogy nem tudod, mit hogyan fejez ki, vagy elgondolkodsz azon, hogy te jelentkezzél-e nála, vagy inkább várj, amíg ő jelentkezik. És lesznek pillanatok, amikor úgy érzed, hogy fáradt, vagy kimerült vagy. A szkorpión jegye. A szkorpión jegyében mozog két ú, a lefele mozgó kármikus csomó kihat az érzelmekre, utal a múltra. Itt vannak emlékek. Egy jó hír várható, vagy egy előnyös szerződés a szkorpión jegyénél. Megvan a bátorság, a lelkesedés, az életerő. De a szerelmi élet területén hiányzik a könnyűség, a játszadozás. És ha egy bírósági ügyről van szó, akkor úgy érzed, hogy nem mennek előre a dolgok. A nyilas jegye. A nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, nincs külső behatás, viszont ott van a közelben Mars bolygó, ami jelentheti az erődet, a bátorságodat, vagy egy férfit, aki ott van a közeledben. A szerelmi élet területén szerencse van, hiszen a nyilas jegye az a tűz eleme, és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban állnak egymással. Tehát van itt egy jó Vénusz hatás kívülről, ami a könnyűséget és szerencsét hozza a szerelmi élet területén. Egy bírósági ügynél is szerencse van, előre mennek a dolgok. De ami a kommunikációt illeti, itt vannak még nézeteltérések, vagy elvárások, ezt még nem kapod meg, kell egy kis türelem.
egy szerződés aláírása az inkább olyan nehézségekhez vezetne. A Bak jegye. A Bak jegyében mozog Mars bolygó. Az adja az életerőt, de lehet egy férfi is. Itt mozog Szaturnusz bolygó. Hatása alatt vannak sorsdöntő kapcsolatok, találkozások, döntések vagy változások. És itt mozog Plutó bolygó. Az jelenti a hatalmat, az életerőt, a belső erőt, amikor hiszel valamiben. A Bak jegyében születettek számíthatnak arra, hogy lesz egy jó beszélgetés, egy előnyös szerződés. És Vénusz bolygó ott van a közelben, tehát a szerelmi élet területén van a könnyűség, és előre mennek a dolgok, ugyanúgy, mint egy bírósági ügynél is. A vízöntő jegye. Itt mozog Vénusz bolygó, itt mozog Jupiter bolygó és Neptun bolygó. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, a szerencsét, és itt van Vénusz bolygó, ami szintén szerencsét hozhat, vagy kihat a szerelmi élet területére. Egy bírósági ügynél rendeződnek a dolgok, előre mennek az események. Egy jó hír várható, és megvan az életerő, vagy egy férfi közeledik, hiszen Mars bolygó itt van a közelben, a szomszédban, a szomszédos jegyben. Tehát egy férfi közeledik hozzád. És a halak jegye. Itt a halak jegyében van a nap, és Merkur bolygó. A nap megvilágít valamit. És ez a halak jegye, ahol érzelmekről van szó, hiszen a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És mivel Merkur bolygó szintén itt van, most megvan a lehetőség arra kimutatni az érzelmeket, érzelmekről beszélni. Vénusz bolygó közeledik a halak jegyéhez, tehát a szerelemben lesz itt változás, mozgás, de kell még egy kis türelem. Megvan az életerő, hiszen Mars bolygó a Bak jegyében, a Föld elemében van, és a halak jegye a víz eleme, és a Föld eleme és a víz eleme, azok barátságban állnak egymással, tehát segítenek egymásnak. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!